Anyukám néha megkér arra, hogy segítsek neki a konyhában. A megszokottal eltérően nem egy új előadó, koncert vagy beszélgetés várta az utolsó stream szerda nézőit. Egy közel 30 perces összeállítást tekinthettek meg az érdeklődők az elmúlt 6 hónap alatt bemutatott 21 adásból. Az volt a célunk, hogy a virtuális térben is nyújtsunk valami olyat a közönségünknek, amit megszokhattak már tőlünk, amit a művelődési házban megkaphatnak így a helyi közösségek, művészekkel közösen kezdtünk el koncerteket, előadásokat, beszélgetéseket szervezni. Hétről hétre egyre nagyobb volt a nézettségünk, egyre látogatottabbak lettek az előadásaink. Hogyha számokról is beszélhetek, például élőben a több mint 20 előadásunkat ezer fő tekintette meg, az utólag Youtube-ra feltöltött felvételeknél pedig közel 5500 nézőnk volt. Oh, oh, jól jelzi a vírus helyzet miatti intézkedések enyhítését, hogy sok egyéb szolgáltató és kulturális tér a közművelődési intézmények is fogadhatnak ismét látogatókat. Így történik ez a Gyulai Erke Ferenc művelődési központnál is, ahol több közösség már a napokban elkezdi a tagok személyes részvételével a munkát. Elhangzott, bár a rendezvények nem indulnak el azonnal, azzal, hogy a közösségi tevékenységek révén a közönség számára is visszatér az élet a művelődési házba, de a tervek szerint hosszú időre véget ér a stream elnevezésű sorozat. A leglátogatottabbunk Peresi Vien és Bíró Mesi koncertje volt, amit közel már 1500-an tekintettek meg. A tapasztalatunk az volt, hogy örültek a nézőink, és élvezték azt, hogy van egy kis kultúrára lehetőségük így a virtuális térben, és rengeteg olyan nézőnk volt, aki hétről hétre visszatért, jelezte visszajelzett, hogy milyen jó, hogy ő, ő mindig, új és új témákat hozunk be a Stream szerdába. élő kulturális élményekért kezdtek bele tavaly novemberben a stream sorozatba, amelyben az intézményhez kötődő előadók, alkotók vállaltak fellépéseket az online térben. 21 alkalommal közvetítettek élőben könnyű és népzenei koncerteket, zenés gyermekműsorokat, bábelőadást, színjátszó produkciót és beszélgetéseket képzőművészeti, irodalmi, pszichológiai, tömegsport témákban. Összesen 12 és 3 óra hozban. Az lehetőségével, ezután a személyes találkozásokra helyezik a hangsúlyt.